Szilágyi tanárról és a Ádámmal történt beszélgetés kapcsán. Sajnos le kell mondanunk az Ádámnak a szerepeltetéséről Amsterdamban. Reményeink szerint a jövő hét keddi mérkőzésre ki tudja kurálni magát, és csatlakozni tud majd hozzánk. Így a helyére a Nikolicsot hívtuk be a videotantól, úgyhogy nagyon remélem, hogy a mai Liga Kupa mérkőzésen nem sérül meg, és a holnap reggeli induló csapatunkkal együtt képes lesz majd segíteni nekünk szükség esetén Amsterdamban. Sajnos ennek az a hátulütője, hogy azért fizikálisan leromlott. Így most az első és a legfontosabb cél az ő fizikális állapotát rendbehozni. Ezt megfelelő készítményekkel ugye biztosítjuk, és utána rendelkezésünkre áll. De sajnos ez egy pár napot igénybe vesz, ami várhatóan ő már vasárnap esetleg edzésbe állhat. Az Ádám kiválása az természetesen érinti a csapatot, mert jó formában volt a hétvégén, hogy a két gólt rúgott a Schalkéba. De hát bízunk benne, hogy meg tudjuk oldani a pótlását. Itt milyen egy kicsivel? Van de vízbe. Hát tudjuk, hogy mit akarunk játszani, hogy az elképzelés nagyon masszív, jó védekezésből utána természetesen megpróbálni gyors kontrákat játszani, úgyhogy de hát mindenképpen a védekezésen lesz a hangsúly, és türelmesnek kell lenni, tudni, hogy a hollandok sokszor lehet, hogy hosszabb ideig is birtokolni fogják a labdát, és ezt végig le kell dolgoznunk türelmesen és alázatosan, akkor bízom benne, hogy el tudjuk venni majd a kedvüket a játéktól, és utána pedig az elénk adódó lehetőségeket, területeket meg tudjuk majd úgy futni, hogy azért mi is tudunk majd veszélyt teremteni az ő kapjukra. Igen, egyénileg nem szabad őket kibontakozni, hagyni. Hogyha csapatként őket meg tudjuk így blokkolni, akkor úgy érzem, az előnyüket meg tudjuk hátrányá alakítani, és akkor tudjuk őket hibára késztetni. A világbajnoki döntőben második helyen végeztek, hiszen ugye Spanyolország verte meg őket. Nagyon jó csapat, ugye régóta ismerjük az utánpótlásukat, tehát az Ajax iskolától elkezdve különböző szisztémákat, ezeket nem kell bemutatni, és ezek a játékosok, akik annak idején gyerekek voltak, most már ők a felnőttek, ők mutatják meg a példát, és hát egy hosszú munka beérett a hollandoknál. Ez egy követendő példa. A holland játék az gyors, tehát passzolós játék, de van gyenge pontja is, és ezt a gyenge pontot kell nekünk megtalálni. Összességében tetszett a csapat hétfő óta. Természetesen, hogy közeledünk a mérkőzéshez, úgy nő a druk, azt látom. De ha ez csak egy egészséges druk, akkor nincs is ezzel semmi gond, és remélhetőleg ez az lesz.